Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy egyedileg átfestett Rocco Halber Statti vezérlőkocsit fogok kicsit közelebbről szemügyre venni és röviden bemutatni nektek. A sors pikantériája, hogy a Rocco-nál egyszer már tervben volt egy ilyen MÁV Start Halber Statti vezérlő megjelentetése, azonban az akkori szerszám problémák miatt végül sem akkor, sem azóta nem jelent meg a kocsi, pedig elég univerzálisan felhasználható járműről van szó, a gyártó pedig elhárította a problémát, és a Deutsche Bahn verzió azóta már megjelent ebből a kocsiból. A nálam járt modell Szabiroli munkája, az alap egy Rocco Deutsche Bahn vezérlő kocsi volt, amit a készítő a MÁV kocsinak megfelelően teljesen átfestett és feliratozott. A feliratokat vizes matricával készítette el. A vezérlőkocsi homlokfala maradt az eredeti kialakítású, így az alsó lámpatestek még az eredeti Deutsche Bahn kocsinak megfelelő kialakításúak maradtak. A Rocco kocsi alapformája alapvetően jól eltalált. A Brava kocsikkal egy szelelvénybe sorozva azonban pár különbséget észrevehetünk. Az egyik, hogy a kocsi oldalfalának magasságában eltérés van. A Rocco kocsiján picit alacsonyabb a tető és magasabb az oldalfal a Bravához képest. Az ablakok magasságában is van eltérés, a Brava ablakai magasabbak. Itt azonban levérve az eredeti kocsit, azt találjuk, hogy a Rocco ablak mérete áll a helyeshez a legközelebb. A Brava kocsinak 0,9 mm-rel magasabbak és 0,6 mm-rel szélesebbek az ablakai. Forgóváz tekintetében alapvetően jó munkát végzett a Rocco, nem csak szép kialakítású, de üzembiztos alkatrész került a kocsi alá. A kocsiban egy Plux digitális foglalatba tudjuk belehelyezni a funkciódekódert. A nálam járt kocsiban volt is egy ilyen dekóder, ami konzisz módban a mozdony címére állítva, azzal együtt kapcsolta a homlok fényszórókat és a zárlámpát is. Ha vakdugót hagyjuk benne, akkor analógban menetirány szerint váltogatja a fényeket. Digitálisban célszerű valamilyen eszközdekódert beleszerelni, ugyanis akkor egyszerre világít mind a két fény. A Halber Statti vezérlők érkezésük óta mind személy, mind gyors, illetve intercity vonatokban is előfordultak. A kezdeti időkben a MÁV-hoz érkezett 27 vezérlőkocsi még az érkezéskori piros, illetve menta színekben közlekedett, ekkoriban még csak 20-va. Majd a 3000-es Szilik elkészültével 2008-tól már rendeltetésszerűen is kihasználták vezérlő funkciójukat, de ekkor csak egy rövid ideig, mert hogy a 2010-es ominózus egyes vonali siklásos baleset után 2013-ig tiltva volt a tolt üzemmódban való alkalmazásuk. Ekkor viszont ismét csak egy rövid ideig használták őket vezérlőkocsiként. A kocsik 2017-től jelentős átalakításon és felújításon estek át, ami érintette a forgóvázukat is, korábbi tuskófékes fékrendszert tárcsafékre alakították át, és ekkortól kezdték el ismét rendszeresen ingavonatokban alkalmazni őket. A kocsik vezetőállására ekkor klímaberendezés is került. A vezérlőkocsik tárcsafékessé alakításuk óta jellemzően a Dunántúlon vannak rendeltetésszerűen vezérlőkocsiként használva. A kocsi típus itt intercity és személyvonatokban is előfordul, emellett Szolnok fele is jártak Traxokkal és BMX kocsikkal elővárosi ingaszerelvényként. A vezérlőkocsit telepasztalon a jelenleg elérhető mozdony és kocsiválaszték figyelembevételével elsősorban Halber Statti kocsikkal tudjuk egy szerelvénybe sorozni, ekkor egy zónázó vagy egy személyvonat állítható ki belőle, vonógépnek pedig használhatunk akár Pico, akár Rocco startos Traxot.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!